Május első vasárnapján az édesanyáké nagymamáké a főszerep. Világszerte ünneplik fáradhatatlan és áldozatos munkájukat. Különböző országokban más-más napokon emlékeznek meg az anyaságról. Ajándékokkal és szavakkal sem tudnánk meghálálni azt a sok szeretetet, türelmet, önzetlenséget, mellyel végig kísérik életünket. Az egynapos kiemelt figyelem ugyan nem tudja viszonozni a rengeteg törődést, de egy apró meglepetés minden anyai szívet meglágyít. Az anyák napja egy fontos ünnep, mivel az én édesanyám az egyik legfontosabb ember az életemben, úgyhogy próbálom ezen a napon is meglepni őt valamilyen kedvességgel, meg a többi napon is, szóval nem csak egy napon kell az anyukáknak világot vinni, meg kedveskedni, hanem minden nap, az év minden napján. Az egyik legnépszerűbb anyáknapi ajándék a virág, mely lehet cserepes, vagy akár vágott is. A hévízi csokrászda virágvilág üzletben is nagy a készülődés az év egyik legszebb ünnepére. Az üzlet tulajdonosa elmondta, megpróbáltak többféle cserepes virágot hozatni. Készítenek kés csokrokat, de igény szerint összeválogatható virágokat is. Az eddigi években a tulipánokat, a tavaszi virágokat és a különböző színű rózsákat vásárolták a legtöbben ebben az időszakban. Az anyák napja kapcsán a kormány is enyhítéseket vezetett be a hétvégére a virágüzletekben. Ez azt gondolom, hogy nagy segítség nekünk is, nagy segítség a vásárlóknak is. Ugye úgy tűnik, hogy korlátlan ideig, időkorlát nélkül lehetünk nyitva, tehát a mi nyitvatartási időnk az este 6 óra, és 6 óráig nyitva is leszünk, hogy mindenki ideérjen, nem kell sietni, emiatt gondolom én, hogy nem is lesz úgy, hogy várakozni kell, hogy többen legyenek esetleg, úgyhogy ez egy jó döntés volt, úgy gondolom. A helyzetre való tekintettel egyszerre csak két vásárló tartózkodhat az üzletben. A higiéniára is odafigyelnek kézmosással és a kézfertőtlenítő eszközök használatával. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szemükkel válogassanak, ők pedig mindenben a segítségükre lesznek. Lehetőség van házhoz szállításra is Hévíz és Keszthely 3-4 kilométeres körzetében. Május első vasárnapján akármilyenek is a körülmények. Köszönjük meg édesanyáink önzetlenségét. Egy kisebb csokor virággal, bármilyen apró ajándékkal, a lényeg, hogy szívből adjuk. Köszönjük, édesanyák!